ami pénzért megvásárolható, az olcsó. 10-12 millió forintba kerül egy vírushepatitisszel élő ember élete, egészsége, annak lehetősége. Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, amely nem lehet kérés és könyörgés tárgya. Hozzá akarunk jutni az új, már törzskönyvezett hatásos gyógyszerhez, mely gyógyulásunkat jelenti, és az életünket. Az új kezelésre halaszthatatlanul nagyon sok betegnek azonnal szüksége lenne. Megérkeztek a minisztériumnak a munkatársai, akik átveszik tőlem azt a petíciót, amelyet megfogalmaztuk és részükre átadjuk. Valós Zoltán miniszter úrnak és Szocsa Miklós államtitkár úrnak címeztük. Világon minden 12. ember hepatitis C vírussal fertőzött. Hazánkban talán jobb a helyzet, itt csak kb. 70-100 ezer ember lehet a fertőzött. Eddig csak mintegy 10 ezer beteget kezeltünk. Jól meghatározható rizikócsoportok vannak. Legnagyobb fontossága talán a 1992 előtt transzfúziót vagy vérkészítményt kapott emberek felkutatása és szűrése lenne. A betegek többsége egészségügyi beavatkozások miatt legtöbbször virágtömlesztés útján kapta meg fertőzöttségét. Fertőzöttek nagy része nem is tud erről a vírusbetegségről. A fertőződés után az első 10-20 évben nagyon sokáig semmilyen jelentős tünet nem látható a betegen, vagy még a sima laborleletekben sem. Diagnosztika hiányában, annak késlekedése mellett nem lehet korrektül vezetni a kezelést. Erről a problémáról az egészségügyi vezetést 7 éve rendszeresen tájékoztatjuk. Szóban, levelekben, minden módon. Nekünk is borzalmasan fáj, amikor későn fedezünk fel valakit, és iszonyú rossz érzés, amikor valakit nem tudunk meggyógyítani. Pedig tudjuk, hogy megvan rá a lehetőség, de nincs a kezünkben. Mi is nagyon vártuk, hogy elkezdhessük betegeinknek adni ezeket az új gyógyszereket, mivel az európai törzskönyvvel együtt Magyarországon is törzskönyvezésre kerültek a gyógyszerek. Ezen új gyógyszerek a jelenleg alkalmazott kettős antivirális kezelés mellé adva a betegeknek már 70-80%-os gyógyulási esélyt adnak. Körülbelül 3000 olyan beteg van Magyarországon, aki a korábbi kezelésre nem gyógyult meg. 3 sikertelen kezelésen vagyok túl. Az eddig ismert és használt összes formációt kipróbáltam. Gyógyulási esélyem csak a 3-as kombinációval van. A problémáról tájékoztattuk az OEF munkatársait, Hunyadi professzorral benn voltunk, benn voltunk a parlamentbe, benn voltunk a GEMSZ-be, benn voltunk a minisztériumba. Mindenütt benn voltunk. Semmi nem történt. Több mint egy éve nem született meg a finanszírozása ezeknek az új készítményeknek. Ezek a gyógyszerek lehet, hogy drágának tűnnek, de egyrészt költséghatékonyak, hogyha azt veszük figyelembe, hogyha a betegeket nem tudjuk meggyógyítani, akkor előbb-utóbb májzsugor, májrák alakul ki náluk. Egyrészt az egészségügynek hosszú távon sok ráfordítás jelentenek, másrészt kiesnek a munkából. Miután ugyanabból a pénzkeretből nagyobb betegszámot tudunk meggyógyítani, hiszen a betegeknek 2-3 szorosan meggyógyul a kezeléstől. Összességében ez a kezelés nem jelentene több ráfordítást egy-egy beteg meggyógyítása. HCV pozitivitás miatt érintett beteg vagyok, akinek a betegség lefolyása miatt 4 éve májrák alakult ki. Májváról listán el kell mondjam, általában 120-130 ember tartózkodik jelenleg. Ezeknek az egyharmada természetesen, olykor még ennél nagyobb szám is, a vírusosok közül kerül ki. 30-40 közötti átültetés valósul meg, ez a szám nagyjából a listán lévő vírusosoknak a számát takarja. Ezek a májátültetettek nem lennének, hogyha normális kezelést megkapnátok. A hepatitis C vírus betegek kezelése az egy zárt kasszából történik most is. Ez a kassa kb. 4,5 milliárd forintot tartalmaz, tehát ez most is egy jelentős összeg. Idén nem használtuk el a betegek kezelésére még ezt az összeget. Egyelőre arra se kaptunk engedélyt, hogy ennek a kasszának a terhére kezeljük az új gyógyszerekkel együtt a betegeket. Indok nem született, egyelőre minden levelünkre az a válasz, hogy vizsgálják
a finanszírozási lehetőségeket. 91-ben egy műtét során fertőződhettem meg. Mikor kiderült, hogy C-vírus hordozó vagyok, akkor teljes volt a káosz, kétségbe estem. Ez a vírusbetegség emberi érintkezéssel, eszközhasználattal, közös étkezéssel nem vihető át. Az egészségügyben sok esetben éreztem magamat valami szörnynek, akitől félni kell, mert fertőző vagyok. 30 évi házasság után férjem egy egészséges elhagyott. Rémülete és önféltése akkor realizálódott, amikor a HCV-sek házastársait is kizárták a véradásból. Unokáimat nem kapom meg. A kezelés alatt várandos lányom nem látogatott meg, nem hívott magukhoz. A hepatitis C vírus fertőzésből meg lehet gyógyulni. Végigcsináltam a kettős kezeléssel egy nagyon kemény, de kibírható egyéves kezelést. Tudom, hogy a kevés szerencsések közé tartozom, és sajnos sokan vannak olyanok, akik ezeddig még nem gyógyultak meg. Az a tény, hogy Magyarországon hetente ketten halnak meg HCV következtében, az nekünk nem csak egy számadat. Mi Klárit látunk, aki fél éve ment el májdaganatban. Miklóst, aki 42 évesen kisgyerekeket hagyott tárván, szenvedését és életét két hónapig tartó májkomával fejezte be. Üzenem a betegtársaimnak, hogy soha ne adják föl. Hallassuk hangukat, itt vagyunk, és élni akarunk.